Kezdődik az egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Gégény István, a Szemlélek magazin lapigazgatója, és Káló Dániel, a Publikus Intézet elemzője. Jó estét, szervusztok. Jó estét. Kezdjük Tusnád fürdővel, a mai nap történéseivel. Hát fel sem tudom sorolni egy párat. Kocsis Máté odaszól Szijjártó Péternek, ugye itt a svéd NATO csatlakozás kapcsán. Aztán Hoppá Péter elmondja, hogy miért nincsen diktatúra, mert hogy itt nem vernek félholtra gimnazistákat, és nincsen Orbán Viktornak egyeteme, ahol diplomákat osztogatnak. Aztán Elsimon László egy egyébként Botticelli festményt ábrázoló cipőben volt, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy Hoppá Pétert arról kérdezte, hogy miért is tartják fenn mesterségesen a napilaprendszert, és egyébként kritizálta a kultúrára fordított pénzek elosztását. Hát Csák Jánostól megtudhattuk, hogy a koreaiak és a magyarok rokonok. Nem tudom, hogy mit hagytam ki, biztos, hogy nagyon sok mindent. Ti mivel kezdenétek? Én egyébként még a Németh Zsoltnak a megszólalását emelném ki, ugye a svéd. Csak azért nem emeltem ki, mert tegnap előtt arról beszéltem. Azt mondtad, hogy ma mennyi minden történt. Pedig szerintem az pont beleillik abba a történetbe, amit ugye most Kocsis Máté és Szijjártó Péter kapcsán most bekerült a közbeszédbe. Tehát ugye Németh Zsolt elmondta azt, amit gyakorlatilag mindenki tudott eddig is, hogy azok az a kormánykommunikáció, ami szerint itt a svéd NATO csatlakozást mindenféle sértődések miatt blokkolja a magyar kormány, az gyakorlatilag nem igaz, és itt valóban volt valami fajta egyeztetés a török és a magyar kormány között, amiben ugye sok probléma van, tehát sokan cáfolták is egymást, hogy Kocsis Máté elmondta, hogy ez nem így van, de közben Szijjártó Péter elmondta, hogy ez az egész csak egy praktikai vagy technikai kérdés, ami gyakorlatilag egy tolvonással így el lehetne intézni. Tehát megmutatkozott az, hogy itt valójában ez egy felülirányított dolog volt, nem pedig valami fajta első megmutatkozása a fideszes frakciófegyelem összeomlásának. Egy probléma van, hogy itt most valószínűleg nem Orbán Viktor volt az, aki ezt felülirányította, hanem Erdogan. Mivel ugyebár a magyar döntés megváltoztatása az a török döntés megváltoztatása után érkezett el, tehát itt Erdogan döntött először, és a magyar kormány pedig hozzáigazodik, ami egy olyan kormány után, és ezután tényleg befejezem, ami folyamatosan a szuverenitásról beszél, azzal támadjuk az EU-t, hogy a magyar szuverenitás sértik, azzal sértegetjük Ukrajnát, hogy ez nem egy szuverén ország, hogy ilyen módon a magyar külpolitika alkalmazkodik valamilyen okok miatt a törökhöz, az egy nagyon-nagyon komoly probléma, úgyhogy én nem csodálom, hogy itt összezavarodnak néha kormánypolitikusok. Maradjunk is akkor itt egyébként, mert te azt mondtad, Dániel, hogy bevallotta a Fidesz, hogy volt valamiféle egyeztetés. Hát Németh Zsolt sokkal többet mondott ennél egyébként, anélkül, hogy kijavítanának, azt mondta, hogy folyamatos és nagyon szoros egyeztetés a legutolsó pillanatig a török és a magyar diplomácia között, és egyébként ennek teljesen ellentmondott Gulyás Gergelynek ez a mondat, mert hogy Gulyás Gergelyt megkérdezték erről egy korábbi kormányinfont, ha jól emlékszem, áprilisban, és azt mondta, hogy nincs olyan megállapodás a két ország között, hogy itt a svéd NATO csatlakozás ratifikációja kapcsán bármiféle összehangolás legyen. Ugye érik egymást az egyenes beszéd az adásait napról napra, de amikor én legutóbb itt ültem ebben a stúdióban, akkor éppen Megyesi Péternek valamiféle interjúját elemeztük, értékeltük, és ő az Orbán Viktor meg az orbáni rendszernek az előrelátását mondjuk így, hogy kritizálta, hogy van-e valami nagy vízió, vagy pedig ilyen lépésről lépésre. Hát szerintem most azt látjuk itt ezen a tusványosi eseményen, hogy a tűzoltás, a napi szintű kommunikáció mindig az adott szituációra kell valami gyorsan mondani, ami minket kihoz győztesen, az akkor, amikor egy kicsit rövidnadrágra váltunk, egy kicsit szabad, ugye fizikálisan is távolabb megyünk a parlamenttől, Magyarországtól, és olyan madártávolatból tekint most önmagára, fogjuk rá így az a sok megszólaló, aki ott van. Most azért kijönnek a feszültségek, kijönnek az ellentmondások, és kijön az, hogy valahogy sehogy sem ér össze a képlet. Most akkor egyeztetünk, vagy nem egyeztetünk? Szuverenek vagyunk, vagy függőségben vagyunk? Az az indoka, amiért halasztjuk a NATO tagság, Svédország NATO tagságának a engedélyezését, ahogy vétózzuk, amit mondunk, vagy pedig valami más, amit most éppen más miatt mondunk, mert most azt kell mondani, és tényleg akinek egy kicsit így nem az érzelem, hanem ráció oldaláról közelíti meg a dolgokat, annak most egy piros lámpa kell, hogy pislogjon szerintem. De arra is azért, hogy reflektáljak, függetlenül ettől a Svédország és NATO
témától, hogy nekem a naív énem azt mondatja, hogy végre látjuk a kormánypárti, mitől megmondó embereket, politikusokat vitázni is egymással. Eddig nagyon egy csapásba egymást kiegészítve mindig ugyanazt mondták, és ez a nyári kötetlenebb, nem tudom, helyzet, ez talán kihozza belőlük azt, hogy ők sem értenek mindenben egyet. Csak hát láttunk mi már sok mindent a Fidesz meg a kormányzat részéről, és nekem erős a gyanúm, hogy ez a sok-sok ütközés, sok-sok feszültség, mintha egy kitalált üzenet lenne, hogy kit kivel ütköztessünk egy kicsit valamilyen témában, ezzel is felmutatva, hogy lám-lám, még a Fideszemből is vannak pont viták. Pont ezt akartam kérdezni, nem hogy tudom, te valódi vitákat látsz, vagy inkább kommunikációs bakikat, elszólásokat, vagy kiszólásokat? Félek, hogy az elmúlt mondjuk tucatnyi évnek a tapasztalati alapján itt ez legalább valamennyire ki van találva ez a táncrend. Egyébként én tudok kapcsolódni egyik-másik gondolathoz, tehát ilyen szempontból, hogy is mondjam, ha szabad így fogalmazni, értelmiségi magyar állampolgárként üdvözlöm azt, hogy ők is vitáznak egymással, csak kérdezem én azt, hogy ezt miért nem hallottam ezt a hangot Kocsis Máté részéről, nem tudom ki részéről, akkor, amikor éppen az a vita ott zajlott. Miért kell ehhez elmenni valahova messzire? Sokkal inkább jobb lenne, hogyha nem ilyen utólagosan eszembe jut, hogy milyen jó volt a Nyuszika vicce tegnap előtt, nem kellett volna megölni, ugye van ez a vicc. Kicsit ilyen keserű viccnek érzem én ezt a tusványost. Lesz egyébként rendkívüli parlamenti vitanap az ügyben, ebben az ügyben, mert hogy az ellenzék összehívta, kérdés, hogy lehet ezzel bármit elérni, mondjuk ott vitázhatnak Kocsis Máté. Igen, hát egy kicsit erre kapcsolódva, de tényleg nagyon jó lenne látni ezt a vitát. Én azzal a részével abszolút egyetértek, hogy itt, ami még az eredeti ötlet is volt, az eredeti magyarázat, hogy itt komoly viták vannak a frakcióban, az egy teljesen légből kapott show elem. Gyakorlatilag nincs arra példa, hogy a Fideszben frakción belüli vita lenne, mert a szilárd frakció fegyelem és Orbán Viktor álláspontjának a tökéletes tükrözése az egy teljesen központi eleme a kormánypártnak. Viszont van másrészről egy emberi tényező is, és például ugye Németh Zsolt nem tartozik feltétlenül a legbelső kormánykörökbe ilyen szempontból, és annak én például nem tudom elképzelni politikailag profitábilis okát, hogy teljesen ellent mondjon, tehát magát vagy a mindenki mást meghazudtoljon egy ilyen hosszú út után, és elmondja, hogy egyébként, ja, hát itt volt egyeztetés a török és a magyar kormány között, és ezt ugye ilyen sikerként is megpróbálta eladni, hogy ez milyen jó siker a magyar diplomáciának, tehát szerintem ez egy elszólás volt az ő részéről, vagy valami más miatt, de én ezt szerintem ez egy igaz mondat volt, vagy nem megrendezett mondat volt a változatosság kedvéért, és az, hogy Kocsis Máté és Szijjártó Péter és Gulyás Gergely részéről valószínűleg ott már a tűzoltás zaj hat, ugye tényleg ezek nagyon gyorsan történtek, ezek az események, és ilyenkor nincs mindig idő megrendezni hátulról a kommunikációs válaszokat, hanem azonnal kell mondani valamit. Picit menjünk tovább, mert az Unió is szóba került, nyilván szóba is fog még, ugye Orbán Viktor holnap mond beszédet, Tuzson Bence igazságügyi miniszter, őt az előbb ki is hagytam, ő azt mondja, hogy széteshet az Európai Unió, ha diktálni próbál. Több mindent mondott, én most ezt emeltem ki. Mit gondoltok erről a mondatról, hogy az Európai Unió diktálni próbál. Mit próbál diktálni, mennyire illeszkedik, mondjuk beleilleszkedik a kormányzati kommunikációba nyilván? Bele kéne látni Tuzson Bence fejébe, és arra én nem vállalkoznék, hogy pontosan ő mire gondolt ezzel. Az kétségkívül igaz, és szerintem ez egy fontos vele szembesülni, hogy az Európai Unió az nem igazán tölti be azt a küldetését, amit eredendően az alapító atyák meghatároztak neki. Ilyenkor lehet persze jajveszékelni és szétesésről beszélni, vagy azt nézni, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy az a fajta együttműködés, partnerség, amiről egyébként von der Leyen asszony úgy nyilatkozott tavaly nyáron, hogy azért azt vegyük észre, hogy létrejött egy olyan együttműködés, aminek a tagjai között elképzelhetetlen a háború. Tehát, hogy egy EU tagállam megtámadjon egy másikat. Ez már önmagában egy nagy mű, de amellett viszont nagyon nagy válságok és krízisek vannak az EU-n belül. Az, hogy széteshet-e az EU, szerintem nem újdonság, nem én fogom ezt itt kimondani, hogy már egy ilyen kétsebességes vagy többsebességes EU modellen is gondolkodnak. Hogy... De a kérdés, hogy miért esik szét az Európai Unió, és mitől? Attól, hogy az Unió diktálni próbál, vagy attól, hogy hány darabra esik az Unió? Minden elemző azt szokta mondani, hogy itt mindenki egy irányba megy, a 27 ország közül Magyarország. Na nem. De pont ezt akartam, hogy pont Magyarország mondja azt, hogy szétesik az Európai Unió, meg pont azt, a magyarok részéről halljuk azt nem itt, hanem korábban, hogy nincs egység az Európai Unióban. Hát de volna
európai egység, európai uniós egység, csak egy valaki ezt folyamatosan blokkolja és akadályozza, és ráadásul, ami nekem egy, hogy is mondjam, kedvenc veszőparipám, hogy erre ráhivatkozzak, mert hogy plakátokon is látjuk, hogy mi, akik folyamatosan valahogy azért mégiscsak az oroszok érdek szférájába illeszkedően szoktunk vétózni, mi mutogatunk mindenki másra, hogy ők a háború pártiak, bezzeg mi, és akkor, hogy maradjunk, kapcsolódjunk a tusványoshoz, hogy ez a béke ideje, vagy nem tudom, valami ilyesmi a mottoja a mostani tusványosnak, én drukkolok nekik, hogy felfedezzék a békéhez vezető utat, mert egyelőre legalábbis a kommunikáció, a bombás plakátok, a feszültségszítás, az Európai Unión belül a magyar kormányzatnak a viselkedése, az a legkevésbé a béke és a legkevésbé az egység irányába vezet. Tehát ha valamiért szét fog esni az Európai Unió, az például az, hogy nem készültek föl arra, hogy egy így viselkedő tagállammal, mint a magyar tagállam, hogyan lehetne jól viselkedni, és látszik, hogy ők maguk frakcióznak, vannak a keményebbek, vannak a puhábbak, és na, mondanám. Én még ehhez gyorsan annyit tennék hozzá, hogy az itt két állításról beszélünk. Az első az, hogy az Európai Uniónak szüksége van egy reformra, és vannak ott belső problémák. Erre egy teljesen egyértelmű igen. A válasz ezt, hogyha nem is mástól, az Európai Uniós vezetőktől tudjuk. A második kérdés, amiről inkább beszéltek Tusnádfürdőn, az az, hogy itt vajon azért vannak-e feszültségek, mert az Európai Unió így diktál. Erre viszont nem a válasz. Itt az Európai Unió semmit olyat nem diktál, amiben a tagállamok nem egyeztek volna bele. És minden egyes változtatás, még az eredeti európai közösség óta, az úgy történt, hogy a tagállamok ebbe beleegyeztek. Tehát itt nem diktál semmi olyat az Unió, amiben nem egyeztek volna bele a magyar állam. Túl lassú és túl bürokratikus, hát hányszor megkapja ezt az Európai Unió? Ez tényleg probléma működésének, de például az is, hogy bizonyos tagállamok visszaélnek az európai adófizetők által szolgáltatott finanszírozással. Ez egy nagyobb probléma. Ha már Unió, akkor még itt Tusnádfürdőnél maradva, a Telex írt róla, és meg is kérdezett vezető fideszes politikusokat, hogy bár állítólag nincs ilyen ambíciója, de többen is pedzegetik Szájer József visszatérését a közéletbe, Dajs Tamás például, de vannak, akik azt sem zárták ki a Telexnek, hogy rajta legyen a Fidesz jövő évi EP listáján, mások szerint vállalhatna az országgyűlésen kívül is közéleti feladatot. Szóval... mit gondoltok erről, mert abban az összes politikus egyetértett, hogy az Eresz csatornás botrányért Szájer József már megbűnhődött, és újra helye lenne a magyar közéletben, a magyar politikában. Hát én meg lennék lepődve őszintén szóval, hogyha így Szájer Józsefet politikailag újraélesztenék, és újra láthatnánk, mert ez egy nagyon nagy támadási felület a kormánypártnak, és egy olyan, ami igazából nincs egyensúlyban azzal, amit Szájer József tudni hozna. Tehát valóban ő egy ismert arc, ami például pláne az Európai Uniós választásokon az egy nagy bónusz, hogyha ezen a listán nem ismeretlen háttéremberek vannak, hanem valamilyen húzó arcok vagy ismert arcok, de nem hiszem, hogy ez Szájer Józseffel egy pozitív konnotációi lennének. Én nagyon meg lennék lepve, hogyha őt tényleg oda kerülne. Az, hogy most valamilyen ilyen minisztériummal kapcsolatos, vagy kormánnyal kapcsolatos háttérpozícióba bekerül-e, azt igazából nem tudom megítélni, tehát szerintem láthatjuk, de nem hiszem, hogy ez egy olyan kérdés lenne, amiért a Fidesz bele menne egy ennyire nyílt konfliktusba. Nekem az a problémám ezzel az egész felvetéssel, hogy egy emberről beszélünk, Szájer József esetében, akinek érzésvilága van, aki nyilván vállalt politikai feladatot, de ettől függetlenül egy érző lény, és talán nem mondok újdonságot azoknak, akik őt közelebbről ismerik, hogy hát nem ott kezdődött neki ez a saját neméhez vonzódó pályafutása, sok forrás ezt egybehangzóan állítja, amikor lebukott az Eresznél, és ezt a Fideszben is jól tudták. Már a ezredfordulós kormányüléseken is elhangzottak erre a utalások, talán ezt nem kéne annyira. Ezek után előadni azt, hogy amikor ez az ereszes történet megtörtént, akkor történt valami, ami miatt ő nem lehet a Fideszben. Majd most előadni azt, hogy na most már talán lejárt az ideje, visszahozhatnánk. Ez igazából szerintem a Fidesz házon belüli önhitelességének a kérdése. Nyilván előadják magukat, próbálják azt a történetet a storytelling erejével fölépíteni, hogy ők a keresztény, ő a konzervatív, amiben ez meg az nem fér bele, de ez nagyon sokáig belefért. Amikor a látszat úgy hozta, akkor megváltak egy olyan emberüktől, aki az ő szempontjukból egy nagyon komoly vízhordó, hát még ugye a tableten írta a alaptörvényt. Valamelyik verzióját, a gránit rágóguminak, de hogy szerintem ez egy nagyon súlyos belső, újabb morális deficit a Fidesz számára, nem az ország kérdése, ez a Fidesz kérdése, hogy mi lesz Szájer Józseffel. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.